90.9 Jazzin megyünk tovább, és egy podcast sorozatról beszélgetünk nem először, mert ahogy a podcast is egy sorozat formába szerveződött, ugyanúgy a róla való beszélgetés is, már nem az első alkalom. Az Unicredit készített egy olyan podcast sorozatot, amiben hát ilyen mindenféle banki dologról esik szó. A címe is az, hogy pénzügyekről nyakkendő nélkül, és a mi kiváló kollégánk Mihálovics András beszélgetett jó pár az Unicredit Bank szakértőjével, és most az ötödik részt idézzük fel, illetve arról fogunk beszélgetni, ami vállalkozások mentorálásáról. Hát ugye ezt, amikor szól, kimondod, hogy vállalatok mentorálása, akkor sokan azt mondják, hogy jaj, már megint valami nem érdekel ilyen tótum-faktum szövegek, minden, pedig egyébként nagyon fontos az, hogy ráébredjenek arra a vállalkozások, hogy ha egy kicsit kívülről szemlélik magukat, akkor egyszerűen könnyebben rálátnak azokra a gyenge pontokra, vagy problémás pontokra, amiket meg kell javítani, toldozni, foldozni, és még talán a megoldásra is rájönnek. Nem beszélve arról, hogy speciális vállalkozásokról, társadalmi vállalkozásokról fogunk alapvetően beszélgetni, illetve van szó a podcastban. Bolyár Róbert a beszélgető társa ebben az epizódban a Mihálovics kollégának, ő az Unicredit Bank Social Impact Banking területének vezetője, és most itt van velünk a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat! Egy kicsit ismétlésképpen szerintem ezt a társadalmi vállalkozás fogalmát, ezt így átfuthatnánk, hogy ezek milyen típusú cégek, vállalkozások, hol tevékenykednek ezek? Ugye a társadalmi vállalkozásokra az jellemző, hogy valamilyen társadalmi hatást próbálnak elérni, vagy társadalmi hatást tűznek ki célul a normál operatív vagy klasszikus for-profit működés mellett. Hiszen társadalmi hatás csak úgy váltható ki, hogyha van pénzügyi megtérülés, és ezen keresztül tudunk szociális hatást vagy szociális eredményt kiváltani. Úgyhogy őket nevezik társadalmi vállalkozás. Különféle szervezeti formákban vannak, de erről van egy külön podcastunk is, hogyha valakit ez jobban érdekel a téma. Igen, itt most ebben az epizódban, ebben az ötödikben, ami a mentorálásról szól, ugye kitértek, azt hiszem ott is rögtön az elején arra, hogy mennyiben mások ezek az emberek, akik ilyen típusú vállalkozást visznek, mennyiben mások azok a cégvezetők, akik ezzel foglalkoznak. Ugye én azt tapasztaltam, hogy egyel több sapkájuk van, vagy egyel több terhet cipelnek a hátukon, hiszen a normál KKV-król tudva lévő, hogy a cégvezető a legmeghatározóbb és legtöbb feladatkörrel rendelkezik, egyszerre HR-es, pénzügyes, munkatárs és akár targoncás is. Hát ez a szereptöblet ugyanígy a társadalmi vállalkozások vezetőire is igaz. Ugye, amiben talán más, nagyon elhivatott emberekről beszélünk, akik elsősorban valamilyen ügyben hisznek, ugye ez az a szociális hatás. Nagyon erős a belső elhivatottság. Nem ritka, hogy valamilyen személyes érintettség vagy kapcsolódás is van ahhoz a társadalmi problémához, amire a cég működése alapult. Ugye ebben a beszélgetésben, a podcastban említed azt, hogy a siker kulcsa, hogy a vezetők felismerjék a határaikat. Pont ebből a multiszerepkörből adódik ez, hogy azért tisztába kell lenni azzal, hogy mit és meddig tudnak magukra aggadni. Ez mennyire sikerül, vagy mennyire teszik ezt meg? Mi a tapasztalat, hogy amikor hozzátok fordulnak, illetve hát amikor aki hozzátok fordul, az már megtette és fölismerte, de egy ilyen nagy statisztika, vagy egy nagy kép rendelkezésetekre áll-e, hogy mennyire teszik meg és kérnek segítséget esetleg, amikor már a határaikat feszegetik? Ugye ez a bankszektorban is egy teljesen új terület. Úgyhogy ez egy közös feladat a bankszektornak és a társadalmi vállalkozásoknak, hogy minél jobban találjanak egymásra. De hogy a kérdésre röviden válaszoljak, én azt gondolom, hogy egyre jobban ismerjük meg mi is a szektor sajátosságait, jellemzőit, és a társadalmi vállalkozások is egyre nyitottabbak arra, vagy felismerték a nyitottságot, hogy akár egy banki szereplő is, vagy banki partner is lehet segítségükre az ő társadalmi problémák megoldásában, akár finanszírozással, akár bármilyen más egyéb segítséget, mint például a mentorálással, hiszen a mentorálásnál gyakorlatilag sokszor átbeszéljük az adott vállalkozás erősségeit, gyengességeit, lehetőségeit, és próbálunk egy másfajta szemüveget feladni nekik, próbálunk egy banki szemüveget, egy banki látásmódot, tehát ez is egyfajta edukációs feladatnak tekintjük.
Uh-huh. Ugye ebben az ötödik epizódban Andrással erről a mentorálásról beszélgettek, és ugye fel is teszi a kérdést, hogy, miben kell fejleszteni ezeket a vállalkozásokat, illetve megkapja azt a választ, hogy minden társadalmi vállalkozás esetében mást és mást, hiszen mások a vezetők, mások az élethelyzetek, más területen dolgoznak, tevékenykednek. De most ebből fölmerül a kérdés, akkor ti mentorként ilyen mindenesek, polihisztorok vagytok, akik ott a banknál tevéken, minden ez értetek? Ez teljesen jó, ugye nagyon sokszor előjön, hogy a polihisztorok kora lejárt. Igen. És ez természetesen ránk is igaz. Ezért mi próbáljuk, mi egyfajta szemléletet próbálunk adni, hiszen a vállalkozásnak van több szemüvege, van több látásmódja, van több visszajelzése. Mi próbálunk egy visszajelzést adni, akár a piacukról, akár, amit mi látunk a piacokról, mik a hasonlóságok, mik a különbségek, de akár a személyiségükről, akár a csapatukról, akár amit látunk a működésükről, a folyamataikról, amit akár kívülállóként látunk, vagy sok esetben kipróbáljuk az ő szolgáltatásaikat, és akkor akár mint próbavásárló tudunk visszajelzést adni nekik, vagy olyan visszajelzéseket, ami számára hasznos lehet. Legyen az pozitív, vagy legyen az fejlesztendő. Uh-huh. Ugye arról is szó van, hogy a tevékenységük során ezek a cégek rengeteg pályázati anyagot néznek át, és próbálnak is pályázni, meg próbálnak pályázati támogatásokat szerezni. Ebben ki segít nekik vajon? Mert hát itt az ember azt feltételezné, aki csak közelébe került pályázatfigyelésnek, azért az egy nagyon fontos, és mondhatni egész embert igénylő munka, ezt nem tudom, hogy még ez a plusz a cégvezető ezt magára tudja aggatni, vagy valakit megbíz, mit tesznek ők, hogyan tudnak ebben boldogulni ebben a dzsungelben? Ez nagyon-nagyon jó kérdés, hiszen egy for-profit vállalkozásnál alapvetően ugye egy pályázatfigyelő az már majdnem, hogy önálló munkakörré vált. Természetesen a társadalmi vállalkozásoknál nem ennyire exakt a helyzet, illetve a pályázatok lehetősége is teljesen más, úgyhogy nekik speciálisabb pályázatok vannak. Ugye nagyjából az állami szféra 90%-ban látja a társadalmi vállalkozások finanszírozását, ellenőrzését, képzését, tehát ez ilyen szempontból egy speciálisabb rész, sokkal fókuszáltabbak a kiírások, és innentől kezdve ugye azok a érintettségek, vagy azok a társadalmi szervezetek, akik segítik a társadalmi vállalkozásokat, ők erre figyelnek, és az ő látókörükben lévő vállalkozásokat támogatják, és hívják fel a figyelmet, hogy mi az, ami számukra érdekes lehet. Úgyhogy ez ugyanúgy annak az edukációnak, vagy a része, amit mi banki oldalról próbálunk felépíteni. Aha, világos. Ugye a beszélgetés alatt arról is szó esik, hogy itt vannak ám speciális vállalkozások is, főleg ebben a társadalmi vállalkozás szerepkörben elég sok állami önkormányzati tulajdonú cég is van, és itt rögtön felmerült bennem, főleg az önkormányzatiaknál, ahol kicsit vegyes a politikai összetétel a testületeknél, hogy ott mennyire megy gördülékenyen ez a mentorálás, mennyiben kell esetleg nagyobb türelem, vagy megvárni időnként ilyen kis szüneteket tartva, hogy valami konszenzusra jussanak a döntéshozók, vagy mennyiben más ezen a területen mozognia egy banknak, aki nyilván nem akar politizálni, mint ahogy mi se. Természetesen, ugye hál' Istennek egy önkormányzati tulajdonban lévő társadalmi vállalkozásnál is, ugye jellemzően ugye ezek speciális jogi formák, szociális szövetkezetek, önkormányzati tulajdon, akkor start szociális szövetkezetek, amikre speciális szabályok jellemzők, vagy speciális szabályok vonatkoznak, és itt mindig a szociális szövetkezetnek az elnökségével, vagy vezető testületével beszélünk, és nem adott esetben a polgármesterrel. Aha. Bár van olyan tapasztalatunk is elhangzik a podcastben, amikor az adott kis település polgármester és a szociális szövetkezet elnöke egy és ugyanaz. Úgyhogy nekem eddig igazából jó tapasztalataim voltak ezen a téren, és nem láttam ilyen érdekütközést, hiszen arra azért felhívom a figyelmet, hogy ezek a szociális szövetkezetek az adott lokális helyi környezetre adnak valamilyen választ, vagy próbálnak megoldást találni. És helyi szinten azért egyszerűbb ezeket a kérdéseket megoldani, igen, nem válaszokat adni. Uh-huh. És akkor az $1 millió kérdés, hogy hogyan jutnak mentori segítséghez a rászorulók, hogyan kerülnek kapcsolatba? Tehát ez most nálatok, nem tudom, saját ügyfélkörben
ott nyilván esetleg egyszerűbb, de gyanítom utcáról is be lehet esni, és ilyen típusú szolgáltatást kérni, mert lássuk be, ez egy banki szolgáltatás. De a lényeg az, hogy hogyan kerülnek elő az ügyfelek, vagy hogyan találhatják meg mentoraikat. Ugye most, hogy ugye kialakítottuk a Social Impact Banking tevékenységünket, egyre több támogató szervezettel, társadalmi vállalkozási specialistákkal vagyunk kapcsolatban. Nagyon sok olyan, és megismertünk nagyon sok olyan társadalmi vállalkozás támogató szervezeteket, mint például a TAVOSZ, Társadalmi Vállalkozások Országos Szövetsége, vannak inkubátorházak, vannak úgynevezett seed programok, vagy állami szervezetek, mint mondjuk az IFKA, vagy a TÖOZ, akin keresztül előadásokat tartunk, és ezen keresztül azért nagyon sokan megismernek minket, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy hál' Istennek most már egyik helyre hívnak is minket, hogy vegyük fel közösen a banki szemüveget, és beszéljük át, hogy mi mit látunk róluk, és nagyon sok visszajelzést kapunk, hogy ők meg mit látnak rólunk, úgyhogy ez egy kölcsönös folyamat, tehát ez egy érdekes utazás. Világos. Jó, hát köszönjük szépen a többit, itt több epizódban is, ugye erről, ahogy említettük, az 5. rész szól az UniCredit Bank podcast sorozatában a pénzügyekről nyakkendő nélkül, amit a bank honlapján rólunk menüpont alatt a hasznos információk között lehet fellelni, ott bővebb információk és hosszabban beszélgettek, ugye Mihálovics András kollégánkkal, és még egy csomó más izgalmas epizód is fellelhető, úgyhogy javasoljuk meghallgatásra. Köszönjük szépen, hogy beszélgettünk erről. Köszönöm a lehetőséget. Jó munkát, szép napot, szervusz! Szép napot, visszaállás! Bolyán Róberttel, az UniCredit Bank Social Impact Banking területének vezetőjével váltottunk pár szót arról a podcast sorozatról, illetve annak egyik részéről, ami a bank honlapján megtalálható és hallgatható sok érdekes pénzügyi témában. Azt mondja, hogy a Gede mehetne gyorsolvasó világbajnokságra, írja Kárló. Most vette észre a kedves hallgató. Lehet, igen, hogy így van. Én is egy üzenetet szeretnék ide citálni, ugye az előző értetlenkedő Trump kontra Biden hallgató, aki mondta, hogy hát nem, most így mentettük, és hogy nem, miért nem bántunk egyenlően Joe Bidennel, mint Donald Trumppal. Egy érdekes üzenetet írt egy törzs hallgatónk, az üzenet információ tartalmát a befogadó fél határozza meg. Amikor félre megy valami, akkor ezért van így a kommunikációs elmélet egy kicsit így ki. Forgatva. Azt is megkaptam Zsoltól, hogy sziasztok, a Balázs is őzik, meg ezik, mint az interview alanya. És ez ő nagyon zavaró. Nem lehet erre jobban odafigyelni. Erre mindig próbálunk figyelni, de hát óhatatlanul becsúszik, ugye nagyon nehéz teljesen kiszűrni, ugye ez kicsit ilyen időnyerő funkció, ami nem azt mondom, hogy jó, meg nem akarom én megvédeni magamat, mert utálom, hogyha így csinálok. Az a baj, hogy itt jár kezünk, lábunk, sok a dolgunk. Egyrészt, másrészt igen, volt az Istvánnak egy pár ilyen, inkább azása szerintem, hogyha rágondol, de hát nagyon szabatosan próbált fogalmazni, egy nagyon bonyolult témát röviden előadni, megfogalmazni, nem mindig jut az ember eszébe az a szó, amit keres, előfordul, de figyelünk, köszönjük szépen. Igen, hogy kell rá törekedni, hogy kevesebb legyen belőle, megpróbáljuk. Azt hittem arra gondolt, hogy szögediesen beszélsz, és igen. Öttél már könyeret mögye. Öttem. Most jönnek a hőrek. Nem, azt nem lehet hőve, hogy jönnek a hírek. Hírök. Hírök? Ja, igen, nem hőrek, hírök. Méghozzá Czoller Andival. És utána jövünk vissza, folytatjuk a millás röggelit. Azt mondja, hogy megnézem, hogy mivel. Jó felkészült műsorvezető, ugye. Hát én tudom, hogy mivel. Nagyon jó téma, ami mind a kettőnket idegesített, igen, és végre van megoldás. Úgy tűnik, hogy együtt közösségi erővel is fel lehet lépni a tahó sofőrök ellen. Például, hogyha zavar, hogy a leállóságban elhúznak melletted az autók, amikor dugóban ülsz, egy alulról jövő kezdeményezés segít ebben. Van egy olyan oldal, hogy Budapesti Autósok Közössége, képzeld, ide be lehet küldeni videófelvételeket, amiket továbbítanak a megfelelő szerveknek, és már egy csomó eljárás indult, rendőrségi eljárás, azok ellen, akik szabálytalanul, vagy valamilyen testi épséget hát károsító módon közlekednek. Na hát akkor erről lesz szó hírek után. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám.